A győri városvezetők vágták át a szalagot és avatták fel az új rendelőintézetet. Borkai Zsolt polgármester kiemelte, a város ezzel teljesítette ígéretét az egészségügyi intézmények felújításával kapcsolatban. A 21. században elvárható az, hogy olyan körülményeket alakítsunk ki, hogy ha már egyszer a beteg megérkezik ide ebbe az orvosi rendelőbe, akkor egyrésztről őt olyan körülmény fogadja, mert remélhetőleg sokkal gyorsabban meg tud gyógyulni. A másik részről pedig szerintem természetes az, hogy a 21. században az orvosok olyan körülmények között dolgozhassanak, amivel ők a tudásukat, a gyógyításukat minél aktívabb és minél jobban meg tudják valósítani. A város egyik legforgalmasabb orvosi rendelőintézetét 145 millió forint önkormányzati pénzből nem csak felújították, de bővítették is. A kevés hely miatt nem volt egyszerű kialakítani az épületegység terveit. Az építészeknek komoly segítséget nyújtott az ESZI igazgatója. Panker Mihály ezért a kivitelezőktől tiszteletbeli tervezői oklevelet kapott. 200 négyzetméterrel tudtuk megnövelni az épület alapterületét, ami viszonyítva ahhoz, hogy 301 néhány négyzetméter volt az eredeti, ez egy hatalmas fejlesztés. Egyrészt a korábban is itt működő praxisoknak lett sokkal jobb a körülménye, hiszen a felnőtt orvosok eddig egy-egy rendelőben dolgoztak, most mindegyiküknek az elvárt négy szemközti beszélgetésre alkalmas plusz helyiség is megépítésre került. Külön választottuk a fogászati rendelőket a felnőtt rendelőktől teljes egészében külön váróval, és egy külön egységben került elhelyezésre a gyermekorvos várostól, illetve a védőnői tanácsadó helyiségek szintén egy külön váróval. Az egyetemen működő rendelő várhatóan januártól települ át ide, így Réfaluban a teljes házi orvosi ellátás egy helyre kerül. Itt több mint 10 000 beteget látunk el, egy helyen koncentrálunk, hiszen itt van a védőnő, itt van a házi gyerekorvos, itt van a felnőtt orvos, és ugye 3 felnőtt orvos most már, és 2 fogorvos. Én úgy gondolom, hogy ebben most azt nyugodtan kijelenthetjük elfogultság nélkül, hogy a réfaluiak egy nagyon-nagyon szép korszerű rendelőbe fognak jönni, egy nagyon modern, világos rendelőbe, az orvosaink meg tudják, hogy nagyon szépen teszik a dolgokat. Az egészségügyi intézmény felújításával egy újabb fontos mérföldkőhöz érkezett Réfalu fejlesztése, jelentette ki Fekete Dávid alpolgármester. Nem szabad elfelejteni azt, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években olyan kisebb munkák is megvalósultak, amelyek ténylegesen a lakosság komfortérzetét javítják. Például a Kálóci téri járda az teljes hosszában megújult, így könnyebb a megközelítés az idős otthonnak, könnyebb a megközelítése a templomnak például. Megújult a Kálóci tér, a háborús emlékművet fel tudtuk újítani, és nem is olyan régen a Sziszi Park is átadásra került a Rónai Jácint utcában, tehát ezeket a pihenőparkokat és a különböző ilyen helyeket is meg tudtuk újítani annak érdekében, hogy a réfaluiak szeressék ezt a városrészt és szeressenek itt a közterületeken is lenni. Az új rendelőkben néhány hét múlva költözhetnek az egészségügyi dolgozók, és egy hónap múlva már fogadhatják a betegeket.